Széchenyi Lászlóban találtak egy másikat. Uh-huh. Tehát itt már lesz változás. Gábor Ferenc megyei főjegyző, a Tolna megyei területi választási iroda vezetője éppen az egyik olyan érvényes szavazólapot mutatja, ami bár Csötönyi László kötegében volt, HG-vát illeti meg, mert a Fidesz-KDNP képviselő jelöltjének neve mellett volt behúzva a kereszt a 4-es szavazókörben Szekszárdon. A bizottság tagjai a szavazatok újraszámlálásakor még egyet találtak, ami nem volt érvényes, ez pedig éppen HG-vát, a Fidesz-KDNP jelöltjét érintette hátrányosan. Így a választás eredménye a lényegét tekintve a szavazatok újraszámlálását követően sem változott. A második számú egyéni választókerületben Csötönyi László az Éjjel-Szekszárd Egyesület képviselőjelöltje nyert. Ő 602 szavazatot kapott, 16-tal többen voksoltak rá, mint HG-vára. A 8-as számú választókerületben is találtak eltérést a bizottság tagjai a szavazatok újraszámlálásakor. Ezek alapján Faragó Zsolt szavazatai 1-jel, Szegedi Attila szavazatai pedig 2-vel csökkentek. Ám itt sem változott érdemben az eredmény. Faragó Zsolt az Éjjel-Szekszárd Egyesület képviselőjelöltje nyert 477 szavazattal, az ÉSZ jelöltje 15-tel kapott többet, mint a Fidesz-KDNP jelöltje. A határozat ellen 3 napon belül lehet kérelmet benyújtani a Tolna megyei területi választási bizottságnál, hogy a pécsi ítélőtábla vizsgálja felül ezt a döntést. Habár a szavazatokat most újra számolták, a Szekszárdi Helyi Választási Bizottság egy korábbi döntésében már megsemmisítette a szavazókörökben született eredményeket, és a választás megismétlését rendelte el 6 szavazókörben. Bár még ez sem jogerős. A határozatok ellen minden érintett fellebbezett, így várhatóan erről is a bíróság hozza meg a végső döntést.